megakasztják a hóvérzetet. És négyen magonon vagyunk. Faszom. Elvettük Füzesabonyt, megyünk Miskolcra. Olyan magonon még nem minden. Fasztal van, baszom. Rendes, kemény fa. Csoda, hogy nem viszik tűzifának. Az orkok. Ott egy tó. Én oda ülök. Na jó van. Irány Miskolc. Miskolc, Miskolc, Tiszai. Itten vagyunk. Itt a pontos idő. Pontos idő óra. Jó. Szerencsére, szerencsére megy. Slíren. Megint a gép. Megint a telefon. Hát. Na, bátor leszek, tesztelek. Tesztelek egy fűt tojást. Most főttem. Főttem pucolászva. Nem nyomtam bele úgy vízbe. Holom úgy döntöttem, hogy héjazok. Fű, ez az álmosság. Itt egy kis lőré. De nem iszunk. Nem iszunk, mert... Mert nem iszunk. Tisztító kúra van. Hová tegyelek? Most nincs helye. Sehol. Ide. Ja, Istenem. Hogy ez az álmosság örökké tart. Na, pucolászás. Gumilabda. Hop, hop. Pattan is. Pattalás. Egyet már megpucoltam. Na, most egy kicsit nehézkesen jön lefele róla. Több fényt kérek. Mondjuk ez már úgy menet közben kilukadt. Telement vízzel, vagy beleszorult a levegő inkább, és följött a tetejére. Azt nincs is benne cucc. Fél tojás. Ja, itt vagy. Mosogatógép zeregsz. Bazd meg. Milyen üzére. Főtt ez itt keményre. Később bírom szem. Kiharaptam. Nem eszem még mindet. Ennyi van még egy. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Megeszek mondjuk most 4-et. Az könnyen jön lefele. Azt még látjuk. Remélem főttem, megbírlak enni, mert nagyon ennélek. Angusok, angusok. Mm.
Nem is négyet, kettőt. Itt elég lesz. Elég lesz most kettő. Majd eszek még. Na jó van. Majd lesz egy kis összeállítás. Most még ásítás megyek még szundorogni. Úgy. Persze, közöttük velük. Mint megfigyelte, mindig találnak valami kivetnivalót a műsoraimban. Legyen szó kommunizmusról, fasizmusról, ateizmusról, abortuszról, szexről, erőszakról, vagy tudom is én. Mocskolódás felsőfokon, mind csak egy dolgot hajtogatnak. Légy illemtudó, vagy kinyírunk. Aláírás sehol. Egy szóval, ezután, az eset után, eszembe jutott ez. Azaz, hogy egy ilyen őrült besurrant is megölte neked Drust. Próbálkozások már voltak. Flanagan úr ellen kétszer is. Nem tartom valószínűnek. Ez esetben nem. Bár elismerem, sok lökött ember van szerte a nagyvilágon, némelyik veszélyes is, de itt nem erről van szó. Úgy látom, nagyon biztos a dolgában. És mi változott? Ez 1978. San Francisco, Los Angeles. Los Angeles. Most 2024 internet népe. Sok lökött flúgos van, némelyik veszélyes is. Mindegy, miről van szó. Mocskolódás első fokon. Kalambó tudja. Színű, döntően 3 és 5 fok közé melegszik fel a levegő kora délutánra, és holnap az északi tájakon már nem csak élénk lökések kísérik majd a nyugati szelet, hanem már bizony erős széllökések is előfordulhatnak, sőt a magasabban fekvő helyeken viharos széllökések is lehetnek. Aztán a folytatásban gyakran lesz felhős, csapadékos időjárásunk, és egyre inkább enyhül az idő. Jól látható módon csütörtökre enyhül meg leginkább az idő, akkor többnyire 10 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet, tehát ahogyan említettem, megdőlhet az aznapra vonatkozó napi országos melegrekord, és több helyen számíthatunk majd esőre, záporra. Egyébként olyannyira lesz enyhe az idő, hogy éjszaka nem is kell számítani fagyra, majd aztán pénteken már újból hidegebb léghullámok érkeznek, gyakorlatilag visszatér az időjárás a normális kerékvágásba, és az esőt egyre inkább havas eső, havazás váltja fel. Én ezzel megköszönöm figyelmeteket, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, ha és kövessetek bennünket legközelebb is. Sziasztok! De nehéz volt a billentyűzetet szereznem. Hé, barha, bassz meg, eljövök megint a géppel, úgyhogy billentyűzet. Noku, azt hogy írom be akkor a PIN kódot? Na gyermek, készül a gép. Most átmásolok mindent, aztán csak lepucolom azt a másik vinyót. Igen, igazad lett, Dancs. Lett ebben forma C2-s pont, de nem C. D, E és F. De az volt a baj, hogy átvette az uralmat a másik vinyón, ami szintén volt egy Windows telepítve, de az hibás. Aztán ez meg fogta magát, azt arra bootolt be. Úgyhogy nem is kellett volna semmit csinálnom. A másik meghajtunk teljesen. Pöpec a Windows. Úgyhogy... hiba elhárítva. Csak hogy ez akkor nem jutott eszembe magnak. Pedig ez már egyszer volt ilyen. Punyadás. Na, az a helyzet, hogy bevált. Bevált a dolog. Bevált a dolog a főtt tojással, a főttet azt megbírom enni. Valószínűleg a nyers összetevőkben van valami cuccli, amit nem bígyra szervezett, vagy legalábbis most már, mert elkezdetben nem volt ezzel gond. Megint pocsantok egyet. Na, meg ilyen sokan. Ura megyetek a mosolágyaszem minden négyet. Most jön a terheléses teszt. Mindig csak egy kettőt, egyet kaptam be. Most bekapom a maradék négyet.
Szóval, Peti, ha megvan a hártya, akkor ez könnyen meg puccolódik, így adja a bőrét, bundáját, vetkőzik ez a tyúk. Minden további nélkül, hogy ma lengessem egy kicsit. Ez így idegen. Nem is kérdeztem. Mikor találkoztunk szombaton. Mondom, nem kérdeztem, elfelejtettem, hogy nem vittem fűtojást. Most kérdezem. Kérsz fűtojást? Van, van. Viszek szívesen. Úgy is. Hát valamikor a héten elvileg mehetek a Klímákért, Soroksári útra, én megyek megint Budapestre. Ezt viszek tojást, szívesen. Csajok folynak, nagyon volt vagy 15. Jó, nem szedtük ki azonnal. Az igaz. Könnyű ezt pucolni, te fiú. Szerintem engem megnyugtat is. Hát Marik. Na jó, van, akkor így bírom menni. Ott innentől fogy tojás azok. Meg kéne főzni még a fűrjekben. Pepek. Na kérem, ott vannak a kis éjacskák. Úgyhogy ez bevált. Van még maradék kaja, majd lesz később. Jaj. Mit akartam én még mondani? Van szép új kabátom. Például okádék. Originális. Bőzon. Ázsia Center. Fasza. Olyan súlya van, van benne anyag. Meleg is. Meg kényelmes is, meg jól is néz ki. Tetszik. 15.500 forint. Úgyhogy. Most már nem az a szakadt kék kabát. Jó kabát volt az. De nem én vettem, azt is nénikémtől kaptam. Ugye az ember hadd válaszol már magának tojás, mert ugye meg én meg szégyeltem azt mondani, hogy jaj, nem tetszik. Holtam, meg ne sértődjön. De mondjuk jó kabát volt, csak nem az a fazon, amit szeretek. De kiszolgált, most már nyugdíjba ment. De tényleg még miről? Ádám valami. Ja, hogy Miskolc, igen, majd meg az elején a videónak ott van a kis miskolci kiruccanás. Megjártuk Miskolcot. De mit akartam arról mondani? Semmit. Jó kis Miskolc tiszai pályaudvar, azt kell majd lemodelleznünk terepasztalon. Hogyha már végre picit megnyugszik az élet, ami még nem tudom mikor lesz, az lesz már idő arra is, hogy nekiálljunk terepasztalt készíteni. Na mindegy, majd Ádám a szobádba csinálunk egy ilyen próba terepasztalt, kikísérletezzük, azt megcsináljuk majd a nagyot. Akkor sútba. Jaj, az jó lesz. Csak hát még mindig ez a bazd meg ez a kibaszott mókus kerék. Mácsinak, ami van. És a vasárnap is tiszta izé volt. Agyfasz. Jó, ki voltunk merülve, meg érzelmi sokkok, meg ilyesmi. Ezt egy kicsit zaklatott nap lett a vasárnap. De a végén aztán csak megjogottak a kedélyek.
Elmentünk egy jót bevásárolni, Ázsia Center. Azt hittem, hogy én meg ott azt még jobban azért fogok kapni. Hogy nagy fasz, hogy faszt. Azt engem nyugtatott meg jobban a vásárlás. Nem csoda, hogyha már ilyen képernyő hátterem van. Ja, tiszta jól esett. Végül is, ja, meg neki is sikerült csizmát venni. Szexi. Nagyon. Szexszimbólum. Úgyhogy ennyi. Szóval, de ez a mókus kerék, ez az hétfőt reggeltől szombat délutánig. Betáblázva az idő, azt az a minimális szabadidő, az meg ugye, hát főleg itt téli időszakban azért ez többnyire a pihenés, alvás, mert ha még így égetjük is a kanócot másik oldalon is, ugye, hogy rengeteg beszélgetés, meg érzelem, meg szex, az elég aktív. Azért kell a testnek a pihenés. Csak nem egyszerű összerakni, mindegy. Most kicsit nézelődünk is. Itt indulnak itt üzletek itt a szomszédságba, Kisvácon. Hát, ha találunk valami jobb beosztást. Hát igen, amikor jön a váltás idő, akkor váltani kell. Munkahelyet is lehet, miért ne lehetne? Üzenet. Bizony. Na, ilyesmi van. Mókus kereket nem szabad engedni, hogy eluralkodjon rajtunk újra. Okosan kell. Okosabban kéne élni, emberek. Ahogy a Géza mondja, énekli. A Mahovi. Vagy az nem is az? Mert tudom én. Szóval elvileg mehetünk a klímáért is, akkor az már ugye sok minden, mert ugye még az is. Hazaérsz, aztán meleget kell csinálni, ahhoz oda kell ülni a kazán mellé, ezt pakolni a fát. Ami úgy hangulatos, de azért minden nap, nap, mind nap, és állandóan újra rá kell nézni, hogy ki ne aludjék. Az én nagy ajándék az, hogy gomnyomás sem működik. Bár tudom azt még az én gyerekkoromban is, vagy a mi gyerekkorunkban is. Még ugye még a szenet lapátoltuk be a pincébe. Kellett fölhordani, meg begyújtani, még a meleg vizet is, még vizével. Fatüzelésű fatüzelésű villanyboiler az okos. Fatüzelésű boiler volt. Még a meleg vizet is úgy kellett. Hú, de hányszor kiugatt azt a jó ég. Az még bizony úgy ment. 81-2 hányban. A csödépkája az még hagyja, megraktad azt az ugye. Tárolta a hőt. Na de a villanyboiler. Villany, már én ezt mondom. Látod, már nincs is más az ember agyában. Szóval a boiler. Az fatüzelésű volt. Azt mondom, pincel. Mi még ugye jók voltunk, a földszinten laktunk. De aki a másodikon, az aztán szaladgálhatott leföl. Fittek is voltunk, mi? De azért, na. Ja, az biztos. Na mindegy, majd. Majd a birtokon azért. Jó fog esni a meló is, nem mondom, hogy nem. De az ilyet, hogy a meleg az jó dolog, hogy kimentünk mata. Ja. Na jó, mi gyerekként ugye ezt nem fogtuk fel, hogy szüleink mit küzdöttek a fűtéssel. Megmondom, cserépkáljának is lakás, ezért tárolta.
Fürdőben meg nem kellett állandóan lenni. Este lefülöttünk, az kész. Sőt, hát én még nem tudom, nekem az van a fejemben, hogy ugye vasárnap, ugye amikor a Hét című műsor elkezdődött, mentünk fürdőbe, kis fürdőlepedőbe, hú, de utáltam, mert tudtam, hogy másnap iskola, azt én sem rajongtam érte. Főleg nem kiskoromban. De ugye napközben, vagy hétközben szerintem csak cicamosdás volt. Régi szép idők. Meg kint a tengózás, meg pingpongozás. Hát igen. Most meg szegény Ádám tiszta magány. Még. Majd azt megoldja. De nem az a világ van, mint akkor volt, az biztos. Na bakfitty, akkor ennyi. Ennyi, hogy állunk. 8 óra elmúlt, még 2 óra azt indulás haza. Addig a gépet rendbe vágom. Azt adom befele hozzá a gyermek. Ennyi, az már semmi. Bemegyünk a gépbe. Az ember hadd válasszon magának tojást, az szép mondat. Kabátot, te tüdő. Jaj. Na, Dancs Berci, adjunk neki. Először az örmeghajtót. Adjunk neki. Figyelem, figyelem. Minden adatot törnünk a lemezről. Ugyan. Használatban van. Mindenképpen. Mit bánom én? Mi használnál? Ja, lehet, hogy még az Aida. Csukjuk be. Jó. Ezt is csukjuk be. Mit tudom én? Mi van? Ezt is csukjuk be. De. Akkor még egyszer fussunk neki. Hogy? Aj. Na, az volt ez. Ennyi. Gyorsod. Hí, kopasz. Most már nincs rajta Windows. Ezt is. Egy üzletbe indul. Mi van, kiveszem a gyors formázást? Nagyon megszopom. Jó nagy. Inkább nem. Ennyi. Bátor vagyok, mint a keszi. Igaz-e? Itt az eredmény, itt az eredmény. Dancs Berci. A format mindig jó formába hoz. És működik. Mit szól ön ehhez? Nagyon boldog? Még nem. Fekete halál. Balázs integeti. Nem bírom meg. Gombot. Jó.